Poštovani gosti, dobro večer. Ispred kulturno-informativnog centra Luke Nušitski želim vam dobrodošlicu na dečiji koncert klasične muzike. Imaćete priliku da čujete učenike iz klase Sandra Tot, Vere Ilije, Arvada Saboa, Žužane Kolar, Renate Kevežbi i Boglarke Kolar. I dok slušate dečiji koncert klasične muzike, imajte na umu da je muzika važan činilac svakog od nas. Ona je veoma moćno oruđe za uplemenjivanje ljudi. Szép jó estét kívánok! A művöldési központ nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti klasszikus zenei gyermekkoncerten. Az első rán Tóth Szandra, Ilija Vera, Szabó Árpád, Kollár Zsuzsanna, Kollár Boglárka és Kövesdi Renáta zenetanárok diákjai lépnek fel, akik zongorán, hegedűn és harmonikán játszanak. A zene fontos szerepet tölt az ember életében. A zenei nevelés elsősorban az érzelemre hat, de egyidejűleg az értelemre is. Az együttlét társas örömet is jelent és fejleszti a zene iránti fogékonyságot. Ezért fontos a gyermekekkel való foglalkozás már a gyermekkorban. A zene élmény serkenti a gyermekek kíváncsiságát, alkotókedvét, miközben fejlődik zenei emlékezetük, képzeletük és esztétikusan formálódik mozgásuk. A ma este során 32 fiatal tehetség lép színpadra. Jó szórakozást kívánok! Učenici pripremnih i prvih razreda. Aleksandra Karać, koja je iz klase Žužane Kolar, na harmonici će odsvirati mali ples Korneliusa Gurlita. Elsőként Aleksandar Karać lép színpadra, a kis tánca szerzemény címe, amit harmonikán ad elő. Aleksandar Karać, Kollár Zsuzsanna tanítványa. Boglarke Kolar, na klaviru odsvirat će rusku narodnu pesmu Deda Mraz i francusku narodnu pesmu Spavanka.
Akkor című orosz népdal, valamint altató, ez egy francia népdal, Vanya Erdei Kollár Bobárka tanítványa. Thank you.
Darija Maričić iz klase Sandra Top na klaviru odsviraće Ekštenovu kompoziciju Noćna muzika i Zlato mamino od Radomira Petrovića. Ohetali hvali pio Darija Mičić joz i jeli za nerežos onjo kinčan cimju sezami i još zombu na jacoje. Thank you.
će na klaviru odsvirati variacije Nikola Paganini. Variációk a soron következő tizedik szerzemény címe, Nocsó a délelőadása. Thank you.
klaser Bogdan Kolar odsviraće na klaviru Bastijanovu kompoziciju Matador. A šumom következő fellépő Ivana Radović a Matador című kompozícióval lép a közönségbe. Thank you.
Beata Meszaros és Klasza Renáte Kerestis svirećene klavíru Germerovu kompozíciu Etida. Meszaros Beata a Germer etüdjét zongorán játssza el. Köszöntsék nagy tapsal! Sada ćete poslušati učenike četvrtog
4. razreda. Prva će u ovoj grupi nastupiti Helena Filipović. Ona je iz klase Renata Kerešti i na klaviru će nam odsvirati dečju igru Bela Bartok. Ovo je bilo što za njih je Helena Filipović on vjeruju jednak jatik od cime. Thank you.
Nemanja Radić iz klase Žužane Kolano sviraće na harmonici staru francusku pesmu Petra Ilića Čajkovskoga. Ovo su nedjelji ključno samolo te ljegi Francija dot holhodno Nemanja Radić harmonikanja coja. Rita Kalačka iz klasa Renata Kemiš svirat će na klaviru Die Hexe.
Tihex-e a vasorrumbával, ez következik most, előadja a Kalács Anita. Sada poslušajmo učenike 5. razreda.
Mate Morva iz klase A pada zabava na violinu svirajući kompoziciju Menuet od Sokolovskija. Sokolovski Menuetjét most Morvai Máté előadásában hallhatjuk felkészítő tanára Szabó Árpád. Thank you.
című Alborada. Most egy portugál népdal következik, az Alborada. Unita Nikolic 3-án játssza el. Köszöntsék nagy szeretettel! Thank you.
Kuzko iz klasa Renate Kevesi svirat će na klaviru Gilereo Prelogu. A majesti utolsó előtti fellépő Fuszkó Nikolett és a szerzemény címe Preludio. Köszöntsék nagy tapsal! Thank you.
smo do kraja ovog trećeg koncerta klasične muzike. Nadamo se da ste uživali. Prijetno večer. És kedves közönség, az elmúlt egy órában 31 tehetség lépett színpadra. Ők Tóth Szandra, Ilja Vera, Szabó Árpád, Kollár Zsuzsanna, Kollár Bohárka és Kövesdi Renáta zenetanárok diákjai. Köszönjük nekik a bemutatkozást, önöknek pedig azt, hogy részt vettek a mai hangversenyen. További szép estét kívánok!